pár évvel ezelőtt a Tiszafüred körüli bicikliutat választották meg az ország legjobb bicikliútjának, de hát minek ide beton és kijelölt sávok, mikor magán a vízen is biciklizhetek, méghozzá ilyen pöpec járgányokkal, de nem akárhová megyek, hanem a Kérész Öko és Aktív Turisztikai Központba. Teljesen szokványos terepasztal, különböző szintrajzokkal és egy vetítéssel. De az ember belenyúl, akkor rögtön alakíthatja a környezetet. De mit tud egészen pontosan ez a homokozó? Ez egy 4 mázsa hüllőhomokot tartalmazó digitális terepasztal, amiből Közép-Európában ez az egyetlen. És ebben a terepasztalban modellezni lehet 3 állapotot. A Tisza szabályozása előtti, a szabályozása utáni állapotot, amikor már ugye több kanyarulatot levágtak a folyóból, illetőleg az 1970-es években létrehozott tározót, ugye a kiskörei tározót, aminek 1988 óta hivatalosan Tiszató a neve. És akkor még ott van ez a VR színház, ahol egészen jól kialakított kis fotelekbe lehet tulajdonképpen forogni, miközben az ember nézi a Kérész életű videót. Így van, szerettünk volna a névadónkról is megemlékezni, hogy mi az, hogy Kérész, hogy mi a tiszavirágzásnak a jelensége, hogy néz ki, mert hogy egyébként ez hungarikum már néhány éve. Milyen célt hivatott szolgálni maga a Kérész Központ itt Tiszafüreden? Jász Nagykonszolnok vármegyében vagyunk, a Tiszató partján, ahol tudjuk, hogy a nyári időszakban bővelkedünk a vendégekben, viszont a tavasszal és ősszel és a téli időszakban nagyon kevés lehetőségük van azoknak, akik erre járnak, hogy mivel is tölthetnék el a hétvégéjüket. Tehát tulajdonképpen egy hiánypótló és 4 évszakban használható tereket szerettünk volna biztosítani a hozzánk látogatóknak, és ezekbe a terekbe pedig olyan életet tölteni, amiben olyan élményeket szerezhetnek, ami egy kicsit a tapasztalatukat, tudatukat, észlelésüket formálhatja a bennünket körülvevő természettel kapcsolatban. Mennyire jó megfigyelő pont ez, mert hát azt látjuk, hogy a panoráma szép, itt vannak ezek a remek távcsövek, de az élővilágot mennyire lehet innen sasolni? Ez időpontoktól függ, reggel meg este sokkal aktívabb a part széli rész, illetve majd mikor minden madár kikölti már a tojásait, és szedik jobban a táplálékait, akkor azért jobban mozognak. Már a nevek, hogy danka, sirály, fattyú, szerkő, jégmadár nagyon szépek, de mennyire fajta gazdag itt a Tiszatón? Amik ki vannak rakva fólián, ezek a leggyakrabban előforduló madarak. Talán a halászsas, ami olyan, amit azt mondom, hogy az óriási nagy szerencse kell, hogy lássa az ember, viszont a jégmadárral, ha át vízibiciklizik akár a szemközti nádashoz az ember, és egy picit megáll, a fütyüléséből már lehet hallani, hogy fog érkezni. Hát ez szuperül lehet követni, hogy a nagy szárcsa, anyuka eteti a kicsinyeket. Nem csak iskolás csoportoknak szolgáltak lehetőségekkel, hanem természetfotósoknak, természetbulvároknak is. Igen, vannak kihelyezett leseink a Hortobágyi Nemzeti Park területén, illetve szomszédságán, ami nem feltétlenül parkos terület, de együttműködünk ezzel a nemzeti parkkal. Ez a terem arra fog szolgálni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy több napig van itt, és szeretne egy nyugodt helyet, ahol például a fotóit kidolgozhatja, akkor ez benne van a szolgáltatásban, hogy ebbe a terembe bejöhet, és akkor itt nyugodt körülmények között akár kivetítve is megnézheti a fotóit. És egyébként ezek a te magad képei? Ezek a saját képeim, és ez mind a tó, illetve a Hortobágy területén készültek körülbelül 15 kilométeres körön belül. Azt látom, hogy házon belül remek lehetőségek vannak, de milyen opciókat kínál itt a tóházon kívül? A vízitúráink közül ugye az úgynevezett chiller vízibicikliknek a kipróbálása, a használata az, ami egy igazán különleges attrakciónak számít, úgy gondolom. Emellett még tengeri kajakos, illetve szapos túrákat tudjuk még biztosítani. Ugye itt a környező területeken, holtágakban, csatornákon, illetve nagyobb vízszesteknek a látogatásával.
De gondolom mondjuk ennek nem csak a sport értéke a nagy, hanem az is, hogy közben megfigyelhető a helyi élővilág, mert én már itt hallok egy madárkát fölöttünk, be se tudnám azonosítani, hogy micsoda, de hogyha ott elvonulnánk valahol ott a nádasba és arra biciklizik az ember, akkor gondolom még több ilyennel találkozhat. Így van, így van. Ezeknek a vízi eszközöknek a nagy-nagy előnye, hogy teljesen csendesek. Ugye ezekkel a különböző természeti értékeket, madarakat, különböző emlősöket ugye csendesen lehet megközelíteni. Pont ezért megyek én is még egy kört, és kihasználom a természetet, a lehetőségeket, amiket természetesen ajánlok bárki másnak is.